Dicséretessék a Jézus Krisztus. Ez nem jó volt fel. Hát csak azért nem látok senkit. Én köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntet mindenkit egyházközségi bálunkon, és mindenkinek kívánom, hogy érezzük nagyon jól magunkat. Kis műsorra készültek sokan, először is általános iskolás gyermekeink egy kis farsangi műsorral, majd utána Hancsó Bernadett hitoktató nénink a gyerekekkel különböző kis énekeket, táncokat fognak bemutatni. Aztán majd azt követi egy kis meglepetés, és a végén pedig egy mókás, vicces jelenet. Kívánom, hogy ezzel is szórakozzanak jól, érezzék jól magukat, tombolják ki majd magukat a bálban, táncban, egyenek finomakat, és tényleg a Jóisten áldja meg mindjárt, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja, az Úr Jézus akaratát általunk mutatja. Örömet e háznak, asszonynak, urának, hogy hirdessük és említsük, nékünk parancsolja. Örömet e háznak, asszonynak, urának, hogy hirdessük és említsük, nékünk parancsolja. A házlányának én most azt kívánom, legyen a bolhától csendes nyugodalma, a farsangon egy cifra lakodalma. Én is, ha kell, megadom a vámot, éljen és viruljon e háznak minden népe, maradjon mindenki békességben. Farsang, farsang, három napi farsang, itt is adnak, amit adnak, itt is Isten háza van. Isten szállott a házunkra, hat lóval, hat ökörrel, kilenc borjas tehénnel, egy aranyos ekével. Ébren van-e a gazda, van-e jó farsangja, ha van jó farsangja, igyék, egyék, mulassék, nékünk szalonnát adjék. Ha nincs a nagy házban, van a kis kamrában, menjen ki a gazda asszony, vágjon le egy nagy darabot, húzza anyásamra! Köszönjük szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szívesen! Mindörökké áll! Bádogozzák a szecsői templomot, kilenc kislány hordja fel a bádogot, kilenc kislány, kilenc barna legénnyel, sej mindegyik a szeretőjével. A szecsői templom torony, de magos, kezelnyébe kétszer rózsa, de piros. Az egyiket leszakajtom magamnak, sej a másikat az én kedves babámnak. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag párosával sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Ragyog csillag párosával sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Búza, búza, de szép tábla, búza,
kihajlik a Nagykátai útra, szép szelcsői legények aratják, jaj, de szépen összepengetik a kaszát. Árpa, árpa, de szép tábla árpa, közepibe van egy rezgőnyárfa, rezgőnyárfa válik a levelétől, én is elválok a mostani szeretőmtől. Búza, búza, de szép tábla búza, közepibe két szál tea rózsa, széle piros, a közepe sárga, te miattad vagyok boldogtalan ám. Széle piros, a közepe sárga, te miattad vagyok boldogtalan árva. Yeah.
pincébe, te is! Mama, szőrös volt a lába, szőrös volt a keze, és nagy kapafogai voltak, nagyon félek. De félős lányom vagy te! Gyerünk, te is! Éhen halsz. Egy jó nap, mégse jött a boszorka, két óra, mégse jött a boszorka, három óra, mégse jött a boszorka, négy óra, mégse jött a boszorka, öt óra, itt van a boszorka! Műsorukat, és akkor most egy kis segítséget kérek Oldi nénitől, mert a helyrészt nem is látok. És hát ott kérek, egy kis papírkát osztottunk ki mindenkinek egy ének szöveggel, és kérünk szépen, hogy világítsuk meg a nézőteret is, hogy lássák a szövegeket, hogy a Szeretett hajó című slágerünket fogjuk elénekelni. És ezt kérnék szépen egy dalos hangú pacsirtátot, aki el tudja kezdeni, hol van Oldi néni. Még osztogat, ja, osztogat. Yeah.
bátor énekeseket meg kell kapcsolni. Most pedig érkezik a Hitoktató Hölgy 4 kis műsorszáma, a gyerekeket betanított. Olyan énekek lesznek, amelyekben mutogatni is lehet, és akinek van bátorság, az velük együtt mutogathat. Én erre mondanám, hogy legyen bátorságunk. Nagyon könnyen megtanulható kis nótákról van szó, fogadják meg szeretettel. Becsukott ajtókon, és ha akar a tengeren jár, nem jelent számára akadály semmi, ha kell, hát a szelegen száll. Lecsendesíti a viharos tengert is, és a szélnek azt mondja, állj! Minden ember megleesik az állat, mikor azt mondja, kelj fel és járj! Az én hősöm nem Batman, nem is Zorro, nem is a szuper. Igen, ő a szívem sztárja, igen, ő a
tesó szülőknek, akik a gyermekeiket eljöttek megnézni, hogy maradjunk még itt, és lesz még két meglepetés. Az egyikhez egy segítséget kérnék szépen Jéki Ferenc testvéremet, hogy jöjjön fel ide a színpadra. És majd amikor lesznek ezek a meglepetés és előadások, akkor utána pedig a gyermekeket a szüleikkel együtt várjuk egy kis szeretett vendégségre, és mindjárt elmegyünk vacsorára. Meglepetés. Kispap koromban nagyon sok kapcsolatra tettem szert a központi szemináriumban. Ugye az egy olyan intézmény, ahova nem csak így Magyarországon, külföldről is érkeznek delegációk, megismerkedhetem sok nemzet püspökével, kispapjával, így jelesül a japán kontingensen szolgáló testvérekkel is. És egyik alkalommal azt mondták, hogy ők annyira megszerették a magyar kultúrát, jelesül a költészetet, és név szerint Petőfi Sándort, hogy az ő tiszteletére az egyik híres művét lefordították japánra. Hát most ezt szeretnénk előadni Nyéki Ferenc testvéremmel, ő magyarul, én pedig hát egy gyors talpaló japán nyelve leckén vettem részt, tehát fogadják szeretettel ezt a kis verset. Vers Petőfi Sándor, falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma. Ahol a honola, szotyola, csehó, docó. Odaruki a szamosra. Odaruki, szamaszó. Meg is látnál magát benne. A vizen a feje helye. Ha az éj nem közeledne. De jön a szunya ideje. Az éjszaka közeledik. Jön a szunya ideje. A világ lecsendesedik. Bele pihen a duma bele. Pihen a kong, kikötötték. Enem kalimpa, kint a kompót. Benne hallgat a sötétség. Psszt, negro kompót? De a kocsma bezzeg hangos. Locsi fecsi, eho cseho. Munkálódik a cimbalmos. Címbálomba, duma meló. A legények kurjongatnak. Sok a pali, nagy a buli. Szinte rengbelé az ablak. Budiba szorul a puli. Kocsmárosné, aranyvirág. Ki a vaca, szamaszumici. Ide a legjobbik borát. Tuti pocó, poci poci. Vén legyen, mint a nagyapám. Tocsi mocsó, csoszi paci. És tüzes, mint ifjú babám. Csuda gyufa, tűzis maci. Húzd rá, cigány, húzzad jobban! Ne duma duma roba, bazseba! Táncolni való kedvem van! Akaroma, csa-csa-csa! Entáncolom a pénzemet! Unom a mannimat! Kitáncolom a lelkemet! Ima, ma, nem diva. Bekopognak az ablakon. Bekopog a muki. Ne zúgjatok olyan nagyon. Mi ez a ramazuli? Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Kiborul a bili, debil a buli, bili. Ördög bújjék az uradba. Lucifer az urad alá.
te pedig menj a pokolba. Emádád, Lucifer alá. Húzd rá, cigány, csak azért is. Bože varuma, maga mura. Ha mindjárt az ingemért is. Odadom a ruha ruma. Megint jönnek, kopogtatnak. Bekopog a muki. Csendesebben vígadjanak. Ma nem buli. Isten áldja meg kenteket. Egek ura. Szegény édesanyám beteg. Mama fura. Feleletet egyik sem ad. Ne duma, ne baki. Kihörpentik boraikat. Issa ki a szaki. Végét vetik a zenének. Ácsi, roma bácsi. Ácsi, roma bácsi. Hazamennek a legények. Rászóra, csávóra, záróra. És akkor most az utolsó kis műsorszámunk következik. Néhány hete megkezdte működését egyházközségünk egy új intézménye, a régebb óta fiatalok vagyunk bentlakásos klubja. Mivel szegény az eklézsiánk, az otthonban élők nagyon szerény körülmények között rendkívül takarékos módon élnek. Az elhivatott és katonás fegyelmet tartó Teri a Perus Etus, ő csak azt szereti, hogyha így nevezik, hogy Teca, felügyelete alatt. A vezető főnővér volt oly kedves és engedélyezte számunkra, hogy bepillantást nyerjünk az otthon mindennapjaiba. Mivel bizony már este van, éppen lefekvéshez készülődnek. Hát fogadjuk szeretettel Teri a Perus Etust, nővért és a régebb óta fiatalokat.
Thank you.
Születésnapját ünneplő kisemberke, jól emlékszem. Őjette fogunk most egy nagyon szép imádságot elmondani. Az a kérdés, hogy egy emberke hol van? 8 éves. Ott. Ott, akkor ő felé fordulunk oda, hátra kell fordulni, és azt kérni, hogy aki szeretne, az kitárni felé a kezünket, és akkor az ároni áldástól kérnek, ez Ircsi fogja kezdeni. És utána mindenki elfoglalhatja a helyét, és jó étvágyat kívánunk az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevén. Sziasztok! Hogy vagytok? Melegyen, melegyen, parkolatban.
hiányolnak a tánctérről. Mindjárt megyünk. Megvárjuk, hogy nekünk való lesz. Oké. Okay. Roki? Igen. Persze. Hát egy is hozzá. Sárcsítottam, hogy megelőszakoltad a híres megfagyat. De? Az... Ezt el...